Na, hiányzom. Többek közt és többekkel egyetemben. Most néztem Hörbinek a vlogját, hogy lassan elkopik a vlog, hogy miért nincsenek videók, mindenki már csak témák, akkor beszél, amikor téma van, meg minden. Hogy hiányzik neki, hogy ez a régi, jó vlogos hangulat, mikor az ember csak úgy bekapcsolja a kamerát, nézzetek rám, akkor most téma nélkül fogok beszélni, mint a félcédulás, ugye? Ami a vloggernek a tehetsége, ugye, hogy téma nélkül, megszakítás nélkül, bármikor tudjál, mit tudom én, egy órát összefüggően vagy összefüggéstelenül beszélni. Nem az a lényeg, csak az a lényeg, hogy legyen videó, teljen az idő vele, és akkor mit tudom én, lehessen nézni fürdőkádba, evés közben, stb. Na, közben beágyazok. Jó fiú, mostanában rászoktam a lepedőre. Ne se gondoltam volna magamról még, mit tudom én, pár évvel ezelőtt, mert nem nagyon lepedőztem azon a aucska ágyon, úgyis le volt akarva mindenféle ringyrongya. Azt úgy voltam vele, hogy ha koszos lesz, hát le van szarva, ugye ágytakarót ki lehet mosni. Tudod, ilyen izé volt, ilyen pokróc, vagy mi a faszom volt, azon aludtam. Nem szeretem a lepedőt, mert hideg. Tudod, ez ilyen, ja, süti a bőrömet, meg minden azt. Na de ugye mióta megvettem ezt az új ágyat, amúgy fullos, csak most mondom, érted, hogy ha volna női jelentkező, aki ki akarná próbálni, akkor elmondanám, hogy fullos dikó. Szóval, mióta ezt megvettem, azóta rászoktam, hogy lepedőt használok, mert hogy ugye mindig itt teszek az ágyba, éjszakánként, hogy már mikor lefekszek, hat a gyógyszer, az altató, akkor ide befekszek egy kis túra Rudival, meg egy csokival, és hát itt körbe eszem magamat, ahogy kell. Ez most is itt van a kapuciner. Na. Szóval, mikor új volt ez az ágy, egy-két nap múlva felfedeztem, hogy ma össze-vissza kentem csokival. Aztán, hát ki vakartam izével, ruhakefe, még itt is vannak csoki morzsák. De csak még mindig megvan az a kurva új illata, tudod, az a faszag. Szóval nem akarom összekenni az egészet, azt így hát elkezdtem lepedőt használni. Jaj, de nem bántam meg, ezt megvettem. Na nézd meg, na erről beszélek, itt van az a kis éjjeli cucc nekem, ugye éjjeli szekrény vagy mi a faszom helyett. És ugye akkor Pézsé, távirányító, itt a csokinak a széle, és akkor ez a kis tárcám, ugye ez a csempederab, ez ugyanolyan, mint amit fel van akkor a konyhában, meg a ezelőbe, de már ez is tiszta szutyok, tiszta csokoládé, meg tiszta mocsok. Néha leszoktam mosni, de általában hadd basszon itt. Ó, de hát. Na. Úgyhogy most már nem kenjük össze a berendezést, mert most már ezt mi vettük saját pénzből, én vettem a saját keresetemből, azt most már inkább igyekszem rá vigyázni, meg megbecsülni. Azt a telefon a frász hozta rám tegnap, hogy ma délben, mikor megszólalt az ébresztő rajta, nem is tudtam, hogy be van kapcsolva, mert szabadságon vagyok, egész 30-áig, ami azt jelenti, hogy nem megyek dolgozni. De ígértem is, hogy ráfog, be van kapcsolva, igen. Még a izé is bekapcsolt, tudod, a
Mondjad, már az izegek, itt az asztalon volt, még nem is a kárpiton, hanem az asztalon. Mi a kurva anyja, ébreszte. Na. Szóval a dolog, ugye én elmondtam, hogy kapcsoljunk villanyt, még egyet. Hogy ugye nekem van egy éves projektem, és én minimum egy évre el fogok tűnni. Le fogok merülni. Ez ugye nem azt jelenti, tehát én sosem mondtam azt, hogy én felhagynék a vlogolással, mert miért hagynék fel. Szeretném továbbra is dokumentálni az életemet, mit tudom én. Még mindig imádom a GoPro-t, és még mindig szeretek vlogolni, és még mindig szeretném, hogyha 80 éves koromban vissza tudnám nézni ezeket a dolgokat. Csak ugye mondtam, hogy annyira beosztottam magamat, tudod, időbeosztás, meg a többi dolog, hogy tényleg nem jut idő vlogra. Most tanulok egész egy évig, míg ez a projekt ki nem fut, mondtam, addig szépen lemerülök. Fogok csinálni közben vlogokat, majd, ha lesz téma. Téma egyébként most is lenne, tehát tematikus vlogot most is tudnék csinálni, mert ugye jönnek az e-mailek, annyi e-mailen basszatok, meg nem tudok rá válaszolni. Komolyan, most jutottam el arra izére, arra szintre, hogy most már az e-mailek kezdenek kezelhetetlenné válni. Tehát ugye régebben az volt, hogy nincs komment a YouTube-on, inkább írjál, hogyha nagyon akarsz mégis valamit nekem írni, akkor írjál levelet. Ugye, még néha napján most is beesik egy-két ilyen paraszt, akit most már, ugye, arra sincs időm, hogy felbosszantsam rajtam, ha már látom az egy-két sor, hogy valami gyalászkodó, ez pak, rögtön megy a spam gombra, bökkés és kész onnantól kezdve, de most már nem jellemző, tehát most már úgy mondhatom, hogy nagyjából lekoptak rólam, leszálltak rólam, nem vagyok már újdonság. Ugye nem vagyok már téma, nem csinálok olyan bicska nyitogató dolgokat, amiket eddig már megcsináltam, mindent, majdnem. És már úgy látszik, hogy most már nem vagyok annyira érdekes a izéknek, a hülyéknek. Szóval, de még ennek ellenére még mindig kapok olyanokat, fel tudnám olvasni, mert be van itt nekem jelölve az e-mailek között, hogy van nekem egy olyan címke, hogy elintézendő, és amikor, hogy rengeteg olyan rajongói e-mailt kapok, hogy na, rajongói e-mail. Csodálnak, meg tisztelnek, meg stb., de közben megkérnek rá, hogy ne olvassam már be ezeket az e-maileket, mert ez csak nekem szó. És akkor oké, tehát levélládát nem akarok ezekről csinálni, de rárakok egy cédulát, tudod, egy... Mondjad már, a Gmailben van ez a... címke. Ráteszek egy címkét, hogy elintézendő, és akkor én úgy le tudom ezeket, hogy elintézendő, azt mondta, vagy rakás levélen, hogy elintézendő, azt már 2 hete itt van. És még mindig nem jutottam odáig, hogy válaszoljak, hogy mit tudom én, csak annyi, hogy nagyon köszönöm szépen a kedves szavakat, jól esik, amit írtál, stb. Te is légy jó egészséget kívánok neked és a családodnak, stb. Tehát izét meg nem akarok, hogy most beállítani egy automata sablont, és akkor mindig becopy-paste-elni az aktuális, mit tudom én, rajongó e-mailre egy sablon választod, mint a nagy sztárok, hogy nekem annyira nincs időm, hogy én automatikus levelet küldözgetek vissza, nem. Ha van időm megválaszolni, akkor inkább veszem a fáradtságot, megírom magam, 2-szer még egyforma e-mailt, én nem írtam senkinek, akkor se, hogyha például a 20. ember kérdezte meg ugyanazt, akkor se. De mondom, gyűlnek ezek a címkés levelek, hogy elintézendő, és sose intézem. Rájöttem, hogy ha valamire ráteszem ezt a címkét, hogy elintézendő, akkor soha nem lesz elintézve. Tehát, mert másnap megint annyi jön, hogy nem győzöm. Rengeteg. Tehát ugye, na, azt kezdtem, tehát ugye a YouTube-on kezdetben ugye nem volt komment, most sincs komment, nem is lesz a jövőbe se, és ugye, aki hozzám akar szólni, az 2 dolgot tehet, vagy beregisztrál
ugye abban a nyilvános Facebook csoportban, amit nem én vezetek, aminek az a neve, hogy Turi Tamás nézők, kéri a felvételét, és akkor ott kommentelhet, vagy megszólíthat. Mert ugye Facebookon ismerősnek jelölni már nem tud, mióta én beállítottam azt, hogy csak az ismerősök ismerősei jelölhetnek be, de még az is sok néha, mert rengeteg annyi Facebook ismerettség jön, hogy nem győzöm kifelé nyomkodni őket. Tehát például, aki néz egy másik videóst, például nagyon sokan jöttek olyanok, akik Molnár Krisztiánra voltak feliratkozva, és akkor ugye ezeket nem győztem kifele szórni. Aztán ők lassan elkoptak, és most jönnek más videósoknak az ismerőse is, például Podinak, vagy Döminek az ismerősei, és akkor tehát nem értik azt meg, hogy ugye ez a hülye fordítás is ugye Facebook, hogy magyarra úgy lett fordítva, ugye, hogy a friend request, ugye, hogy ismerős. Tehát a friend az nem ismerőst jelent, hanem barátságot, barátot. Szerintem a magyar fordításban benne volt egy olyan szándékosság, ugye, hogy hát Magyarország az kis ország, kevesen vagyunk, ezért, hogyha azt fordítjuk, hogy barátok, akkor tényleg csak a barátokra fog gondolni az ember, és akkor nem lesz elég aktív, vagy nem fog elég barátot gyűjteni magának a Facebookon, vagy valami. De ugye, na, az eredeti az csak a barátságról szólt, és én vadidegen embereket soha nem fogok visszaigazolni. Tehát még olyanok is vannak egyébként, akik nyírbátoriak, és kidobja a Facebook, hogy van 16 közös ismerősünk, és akkor elkezdem nézni a közös ismerősöket, és akkor látom, hogy zenészek, ugye, meg a zenészeknek hozzátartozói, meg a zenészeknek a családtagjai, tehát az én ismerettségi köröm, és én mégse ismerem azt az illetőt. És olyankor teljesen most ne igazoljam vissza, vagy igazoljam vissza, ilyenkor teljesen ilyen, hát ahogy a kedvem tartja. Van, akit visszaigazolok, van, akit nem. De akkor mit tudom én, van tényleg olyan ismerősünk, akivel fizikai kontaktusban is vagyunk, akivel tényleg. Tehát nem csak az, hogy például én a Podit is, ugye honnan ismerem? YouTube-ról. Személyesen soha nem beszéltünk, személyesen nem váltottunk még egy üzenetet sem, semmi. Ő is egy vlogger, én is egy vlogger vagyok. De bejelöltük egymást ismerősnek, mert mit tudom én miért, amik akkor aktuális volt, bejelöltük egymást ismerősnek, vagy csak kíváncsi voltam az ő állapot frissítéseire, ugye mert nem volt publikus, és én kíváncsi voltam az ő állapot frissítéseire, ezért küldtem neki egy friend requestet, és akkor ő visszaigazolt, és kész. Innentől kezdve mi barátoknak számítunk a Facebookon, de attól függetlenül mi még nem beszélünk továbbra sem, csak ő látja az én posztjaimat, mondjuk az én posztjaimat mindenki látja, mert publikus, tehát aki nincs letiltva, az látja az összes posztomat, de én látom az övét, és kész. És vagyunk még így egy pár videóssal, és éppen ezért, tehát a Facebookon viszont nincsen olyan opció, hogy senki nem jelölhet engem ismerősnek. És általában, hogyha valaki fel akarja venni a kapcsolatot, és azt mondja, hogy mit tudom én, megismerkedek valaki személyesen, és akkor na, Facebook kontakt, akkor általában azt szoktam mondani, hogy küldd el a profilodat, a linket, és majd én bejelöllek téged ismerősnek, mert te engem nem tudsz. És kész, és akkor így épülnek az új kapcsolatok. Egyébként máshogy nem. Szóval Facebookon is be lehet regisztrálni abba a csoportba, ami egyébként meg kell mondjam őszintén, hogy egyáltalán nem aktív. Tehát ugye azt azzal a céllal hozták létre ezt a csoportot, ugye mivel nekem nem lehet kommentelni a YouTube videóimat, hogy na majd akkor legyen egy olyan platform, egy olyan felület, ahol mindig ki vannak rakva az aktuális videóim, és akkor ott megindulhat alatt esetleg egy pár beszéd. De nem nagyon van rá igény. Tehát úgy látom, hogy azok az emberek, akik engem komolyan vesznek, meg akik engem rendszeresen néznek, ők nem éreznek arra késztetést,
hogy 5 percenként valami kommentet úgy odabigyesszenek. Nem. Ott vannak tagja egy csoportnak, megnézik a videóimat, esetleg fel vannak rám iratkozva, megnézik anélkül is, hogy a Facebook csoportba benéznének, én nem látom, hogy a csoport mennyire aktív, így kívül állóként annyit látok, hogy nem nagyon kommentelnek. Néha van egy-két téma, mit tudom én, például amikor telefont vettem, akkor kibontottam, ugye akkor jött egy-két kérdés, hogy milyen, meg izé. Oké. Ezekre válaszolunk, és kész, téma lezárom. És akkor ugye maradt a harmadik út, hogyha már valaki végképp nem tud velem kapcsolatba lépni, mert mondjuk a spamok közé rakja a Facebook a üzenetét, mondjuk most már egyébként erre is van új megoldás, mert Facebook elkezdte bevezetni azt, hogy megszüntette ezt a kéretlen mappát, ezt a spam mappát, és most már minden egyes üzenetről értesítést küld, és én döntöm el, hogy ezt az üzenetet figyelembe veszem, vagy figyelmen kívül hagyom. Ha figyelembe veszem, akkor onnantól kezdve annak az embernek az üzeneteit meg fogom kapni alapértelmezetten. Ha azt mondom, hogy ignorálom, akkor onnantól kezdve nem tud rám írni. És akkor ez egy jó megoldás, mert így nincsen olyan, hogy hát már írtam erre az emberre már 19-szer, de úgy látszik mindig a spamba landul a íze, amit úgyse olvas. A levél, vagy az üzenet. Na, szóval ez a nyelvi projektem, amit elindítottam, ugye tavaly nyáron, most elkezdtem számolgatni, és én bevetettem egy hihetetlen bonyolult algoritmust, mondom, hogy lehetne kiszámolni, hogy mikor fog letelni ez az egy év, és én elővettem a timeanddate.com-ot, azt hiszem ez a neve, ez egy órával, meg dátummal foglalkozó weboldal, van rajta mindenféle, ami órával kapcsolatos. Stopper óra, tojásfőző óra, visszaszámláló, dátumszámítás, kutyafasza. Akármi. Ki lehet számolni, hogy 75. február 13-án, amikor születtem, hogy az milyen napra esett, meg stb. Meg ugye világóra, meg faszom, szóval egy nagyon hasznos oldal, és akkor ott bevertem a dátumot, és hozzáadtat a dátumot, amikor elkezdett a projekt 2015. július 22, és hozzáadtam egy évet, hogy számolja ki nekem, hogy mikor fog véget érni a projekt, és akkor elkerekedett a szemem, amikor kidobta, hogy 2016. július 22. Érted? Mert én ezt úgy fejbe, hogy nem tudtam kikalkulálni, tehát, hogy egy év múlva a projekt az mikor lesz aktuális. Ennek a projektnek most telt el a negyede. Most tartok a 120. napnál. Ugye, ami 4 hónap. Akkor a harmada eltelt már. Jó, akkor nem kell görcsölni, akkor már csak kétszer ennyi időt kell kibírni nélkülem, mint amennyit eddig távol voltam, és akkor utána ismét jöhetnek az új dolgok, megint más dolgokra fogok koncentrálni, és akkor lehet, hogy megint több vlog lesz. A másik dolog, ugye a vlogolás, vagy az életmód, vagy hogy mivel foglalkozik az ember, ezek olyan dolgok, amit igazából nekem nem kellene felhánytorgatni, mert én azt szeretem, hogyha nekem zajlik az életem. Tehát én a változásokat szeretem. Tehát én sosem mondtam azt, hogy én innentől kezdve én csak vlogolni fogok, és semmi mással nem fogok foglalkozni, csak a vlogolással, mert én mindig kitalálok magamnak valami új dolgot, amit fel kell fedezni, amit meg kell ismerni, amit meg kell tanulni. Ebbe a lakásfelújításba is úgy csöppentem bele, ugye, amit láthattatok végig, ugye, hogy én tavaly ilyenkor, ilyen tájba, ugye elhatároztam, hogy veszek magamnak egy izét. Egy okos telefont, egy új telefont, és amikor megláttam az árakat, akkor én annyira kiakadtam, annyira agyfaszt kaptam, hogy na mondom, a faszom fog izélni telefont, lehet az, annak a pénzt az jobb dolgokra is költeni, akkor már mondom, itt van ez a OUL, amiben lakok, mert úgy nézett ki, mint egy háborús műemlék.
Na mondom, akkor én elkezdem inkább erre kuporgatni a pénzt, azt akkor meglátjuk, hogy mi lesz. És így is volt, hogy én a következő nyárig minden fillért arra kuporgattam, hogy ennek a lakásnak valami pofát csináljak. Ha már állandóan mutogatom a videóba, úgy hát akkor már na az legyen már, hogy itt a fal le van szakadva a hátam mögött, meg mit tudom én, mint annak a hülye majomnak, hogy laugnak a mocskos légy papírok ott a tányérja fölött, amiből eszik, szóval... na, tudjátok, kiről beszélek. Szóval, az nem az én stílusom. És... Szóval, na, zajlik az élet, és mindig új dolgokat szeretek megtapasztalni. Most megint egy, hogy mondjam, kezd egy újabb fordulópont elé érkezni az életem. Hosszú távú terveim még nincsenek, de szerintem én sokáig nem fogok itt maradni Nyírbátorba. Egyre inkább érlelődik bennem ez a, hát, hogy mondjam, ez az óhaj, ez a kívánság, tudod, ez olyan, hogy az ember nem tervezi azt el előre, hogy mi lesz majd a jövőben, meg ha megöregszek, meg, hanem az, hogy ugye eddig helyhez voltam kötve a betegségeim miatt. Most én nem gyógyultam meg, de már azért egy jó ideje, én úgy jó formában vagyok, úgy lehet azt mondani. Tehát most már nem foglalkozom azzal napi szinten, hogy például, jaj, az én betegségem, jaj, itt fáj, most jaj, ott fáj, hál' Istennek. Tehát, hogy nem kell ezzel foglalkozni, hanem értelmes dolgokkal töltöttem az időt, ugye lett munkahelyem, most már dolgozok is, és az akkor is elfoglalja a napomnak a nagy részét, hogyha ugye 4 órába dolgozok, mert ugye mondhatná az bárki, hogy ó, hát te csak fél napot dolgozol, akkor akkor miért nem jut időd erre, meg arra, meg vlogolni, meg akármi. Na most elmondanám, hogy attól, hogy 4 napot dolgozol, attól készülődni a munkába ugyanannyit készülődsz, mintha 8 órába dolgoznál, vagy ha 12 órába, meg a hazafele vezető út, meg a kipakolás, meg a lecuccolás, meg a fürdés, meg ugyanannyi idődet fogja felemészteni. Tehát ilyen szempontból a rövid munkaidő, tehát a 4 órás munkanap még kevésbé praktikus, mint a 8 vagy a 12, mert aki mondjuk egyszerre le tud 12 órát, mondjuk olyan izében például rendőr, vagy mit tudom én, 12 órázik, vagy kórházba dolgozik, hogy bemegy egy nap, tehát mit tudom én, 2 óra hosszát készülődik, ugye beutazással, kajacsinálással, mindennel együtt, felkeléssel, 2 óra hossza a munkába menet, 1 óra hossza a munkából jövet, és akkor azt a plusz 3 órát még hozzá kell adni, akkor neki 15 órájába kerül az, hogy dolgozik, és akkor utána mondjuk másfél napig szabad. Aki 4 órát dolgozik, annak is ugyanúgy hozzá kell csapni ezt a 3 órát. Tehát arányaiba ez nem lesz kevesebb. Én ugyanúgy szarba vagyok, amikor nekem szombaton előre kell azon törjem a fejemet, hogy hogy a faszomba vásároljak be úgy vasárnapra kaját, hogy számoljam ki a kajámat, hogy nekem vasárnap egész napra elég legyen, tehát még szombat estére is elég legyen, ugye, mert mit tudom, hogyha reggel vásárolok, akkor szombaton egész napra elég legyen a kaja, vasárnapra egész napra elég legyen a kaja, meg hétfőnre nekem reggel is legyen, ugye például, hogyha reggel 6-ra megyek, hát akkor mikor vegyek kaját? Ugye 17:30-kor én már benn vagyok a gyárba. Tehát, ugye, ja, és még vigyek is 10 órait. Meg esetleg azért az nem egy nagy hátrány, hogyha úgy megyek haza a munkából, hogy még maradt itthon kaja. Tehát hétfő délután még maradt itthon kaja, és mondjuk nem azzal kell kezdeni, hogy én éhesen 14:30-kor elkezdek még menni kóvályogni a Spárba, vagy valahol a Tescóba, hogy kaját vegyek, hogy tudjak ebédelni. 14:30-kor. Mert mondjuk már nagyon éhes vagyok, hanem mondjuk van még itthon annyi tartalék. Na szóval ez a bezárt bolt mizéria, ez engem megöl. Szóval nem olyan egyszerű, és tényleg most már jobb, hogy úgy vagyok beosztva, hogy 3 napot dolgozok, és akkor 4 napon megszabad.
hétfőket szerda dolgozok, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap a szabad. És így az óra számom gyakorlatilag ugyanaz marad, csak két egész műszak, meg egy fél műszak. Don persze, túlóra is. Amikor három egész napot dolgozok, akkor ugye van benne négy túlóra, csak most már én az idén kimerítettem a túlóra keretemet, úgyhogy most már az idén nem nagyon fogok meg ugye most, hogy rám szólt a főnök, hogy még benn van az összes szabadságom, ki kéne venni, most kivettem 10 napot, most itthon vagyok 30-áig, aztán majd decemberben megint kiveszem azt a maradék 6 napot, vagy tömén lesz egy nagy leállás két ünnep között, amúgy is, úgyhogy én már nem sokat fogok dolgozni ebbe az évbe. És hogy tudok koncentrálni azokra a dolgokra, amelyek nekem fontosak. Na, és ott hagytam el, hogy nagyon érlelődik bennem egy olyan dolog, hogy én már nem szeretnék sokáig itt maradni. Most lehet, hogy még egy évig még itt leszek, lehet még két évig itt leszek, aztán mitől 3 éven belül elköltözök valahova. Mindegy hova, csak menjek már el innen, mert a könyökömön jön ki ez a falu. Ez a város, ami egy porfészek, egy tetűfészek, amiről elmondtam már ugye sokszor, ugye, hogy itt nem lehet kapni semmit, itt nincs lehetőség bazd meg szórakozásra, itt nincs lehetőség kikapcsolódásra. A könyökömön jönnek ki ugye azok a turista nevezetességek, amik itt vannak, mert ugye nekem az nem újdonság, mert én itt járok köztük nap, mint nap. Lehet, hogy egy turista eljön ide, és eltölt mondjuk egy hétvégét, mondjuk a kempingbe, Sárkány Wellnessbe, mondjuk kivesz egy kis faházat, és akkor ott pocol, érted, a izébe, a wellnessbe, meg a gyógyvízbe, és akkor kimegy a panoptikumba, megnézi a várat, megnézi a templomokat, megnézi a sétálót, körbe csattogja kétszer a várost. Úgy szerintem úgy két-három nap, úgy egy hosszú hétvége Nyírbátorra doszt elég. Mert, na, nem egy olyan hely, ahol, én nem tudom, vannak ilyen, hogy hívják őket, akik nagyon hűségesek a szülővárosukhoz, az a, mit volt a nyelvben, az nem tudom én, lokálpatrióták. Na, tehát akik igen, akik itt születtek, itt is szeretnek élni. Mondjuk azok az emberek, tesommal beszélgettem a múltkor, amikor itt volt, hogy pont erről, valamelyik nap itt volt, a múlt hétvégén, hogy lehet szeretni itt élni. És akkor azt mondja, hogy figyelj már ide, hát ezeknek a gazdagabb embereknek, ezeknek a vállalkozóknak, ezeknek van autójuk. Érted? Tehát, hogyha gondolnak egyet, bepattannak az autóba, sícsúgy, feldöngetnek Pestre, érted, 2 óra alatt, vagy sícsúgy beugrik Debrecenbe, vagy elugrik Tokajba, érted, egyet mulatni, vagy bárhová. Mi volt ez? Valami electronic device, ami csipogott. Anyám oda van a kórházba, hogy ott nekem egy cetlit. Nem tudom, mi csipogott itt. Ő sincs jól. Tegnap volt a 63. születésnapja. De nincs jó, úgyhogy most kórházat járja, meg az orvost járja már hetek óta. De szerintem ő se fog itt maradni. Én úgy látom. Még ma nem ettem. Ugye, első jó vlog? Na, ugye? Ha már óhaj van rá. Ígyunk egy jó nagy bögre cukros teát, kaját vennem kell, mert nem nagyon van itthon. Abban még annyi van, amennyivel el tudok indulni, vásárolni. Azt nem tudom, mikor jön muter haza. Hát reméljük, nincs komoly baj. Na, szóval, hogy ő sem fog itt maradni. Szerintem én már úgy látom, hogy ő is le fog innen pattanni,
Ha meg, én meg szerintem nem fogok egyedül maradni, mert most... De hát nem tudom, én nem akarok elkiabálni előre semmit, de... Szóval én elmegyek. Innen. Rövid időn belül. Egyedül, vagy mással. Valakivel. És... Már van. Mondtam a tesómnak, hogy irigyellek én, hogy ez egy te Tatabányán laksz. Hát azt mondja, nem egy szép város Tatabánya. De mondom, de mégis nagy város, hát mondom, van minden. Hát azt mondja, az igaz, hogy azt mondja, minden ott van, a Számba, ott az Interspár, ott a Pláza, ott a faszom, minden. Tehát, na, frekventált helyen lakik. Már mondta, hogy majd látogassam meg alkalomattán Tatabányán. El is fogok menni arra, mit tudom én. Lehet a nyáron elmegyek hozzá, mert na, még arra nem jártam, igaz, nekem vasúti kedvezményem nincsen, de bánja tököm. Kerül, amibe kerül, azt akkor na, szétnézek arra, mert én effektíve a Dunán túlon még úgy jelentős időt nem töltöttem el. 4 éves koromban voltunk egyszer a Balatonon, vagy lehet, hogy 5 éves voltam, szóval kurva sok maradandó emlékem van. Meg egyszer apámmal voltunk a Balatonon, de akkor szintén, akkor dolgozni voltunk, nem mulatni, és akkor október volt. Tehát nem pancsikálni mentünk, hanem dolgozni egy konferenciára. Szóval kiküldetésben voltunk, és az nem izé volt. Szóval nekem ennyi volt a Dunántúl, az összes Dunántúli élményem. Jaj, néhányszor jártunk Esztergomba. Ugye voltak barátok Esztergomba, még hú, mikor én? Hány éves voltam? 17. Aha. 17-18 éves lehettem. Nővérem volt középiskolás Pesten. Volt Esztergomba egy pasia, meg ő, nekik a baráti körük, azt voltunk ott sokszor. És annyi. Tehát én még annál messzebb a Dunántúlon nem voltam. Ja, egyszer voltam Szobon, de az a Dunakanyarban van, ugye, gyerekekkel táboroztunk. Ennyi volt. Én az országnak a másik felét, ugye azt szokták mondani, a szebbik felét, ugye, én még nem láttam. Tehát Zalai dombságot, vagy a Mecseket, érted, Pécs környékét, Dél-Dunántúl. Nem láttam. Se Tatabányát. Jaj, egyszer voltunk Veszprémbe, átutazóba. Aha. Na, azért mondom, annyira sokat voltam, hogy ilyen maradandó emlékek vannak, hogy fel se tudom idézni. Igen. Beugrottunk Veszprémbe, vittünk valakinek kaját. Azt hiszem, amikor Szobon táboroztunk, akkor beugrottunk egy nap Veszprémbe, vittünk valakinek kaját. Valakinek a lányának. Koliba. Szóval egyszer láttam Veszprémet is, éjszaka. Szóval el szeretnék menni. Francba. Innen el az Alföldről, innen el az izéből, a gettóból, Szabolcsból, Borsodból, Hajdubiharból. Fú, basszátok meg, ezek a vidékek nem kompatibilisek még Magyarországgal se szerintem. Ez kit érdekel, hogy szabolcsi tájszólásom. Tudjátok, mit szeretek én nagyon? Pestet. És ez lehet, hogy ez fura, mert ugye a pestiek meg szidják Pestet, már aki. De úgy a legtöbb ember megegyezik abba, hogy Budapest az egy gyönyörű, történelmi város, csak élni szar benne, mert ugye a smog, meg a forgalom, meg a dugó, meg a stb. Én nem tudom, én ugye mindig, amikor Pesten laktam, egyszer 14 éves koromban, amikor ott tanultam, egyszer meg 19 évesen, amikor katona voltam, én mindig imádtam Pestet, szóval én ezt imádtam, nekem engem a dugók nem érdekelnek, ugye, mert én gyalogos vagyok, meg tömegközlekedő vagyok, tehát
Engem úgy különösképpen nem hat meg, hogy a föld felszínen mi van, érted, amikor én metróval járok. De ezt annyira imádtam, hogy bazd meg, én felülök a villamosra, azt lemegyek a térképről, elmegyek a végállomásig, ott random felülök egy másik közlekedési eszköz, annak is elmegyek, mit tudom én, a végállomásig, az harmadik hely, az bazd meg, mentem már 40 kilométert, az még mindig a város. Ott mindig van mit nézni, mindig van újdonság a szemnek, érted, amit meg lehet tekinteni, van új kocsma, új szórakozó hely, új dolog, ahol még nem jártam, amit fel lehet fedezni, ugye, életet az meg akkor is annyiba kerül, ha nem ingázod csak a munkahelyed meg az otthonod között, meg akkor is, hogyha becsavargod az egész. Én imádtam az ilyeneket. Felült a buszról, szóval vigyél, amerre a szeme lát. Én imádtam Pestet, én imádom a nagyváros, én imádom, ha sok az ember, én imádom, ha nagy a tömeg, én imádom, ha van nyüzsgés, ha pesgés, mozgás. Na. Nem szeretem, mikor mindig ugyanazt a 20 embert látom az utcán, mindig ugyanazokkal futok össze, minden rendezvényen ugyanazok vannak, minden rendezvényt ugyanazok szerveznek, kötelező mindenkivel jó kapcsolatot ápolni, megdicsérni a munkásságát, benyalni neki a melegszarig, hogy mert hogyha nem így csinálsz, hogyha izé vagy, különc vagy, akkor kiutáltatod magad itten a kis belterjes helyi társaságból, klikból, azt akkor tényleg nem lesznek barátaid, nincs akivel itt szóba állja. Pesten meg pont azt szerettem, hogy senkit nem érdekel, ha kiviszem ezt a GoPro-t izére az utcára. Fogom a selfie botot, bazd meg, rátűzöm, itt tartom magam előtt, mint a törvívóval ezért, a tört, a párbajtört, azt megyek az utcán, azt pofázok bele, ha akarok, akkor angolul pofázok bele, senki nem fog így utánam fele fordulni, mint hogy itt nyírbátorba, hogy komolyan mondom, itt nem merem elővenni a kamerát. Annyira mennék az utcán, annyira vlogolnék, annyira megmutatnám itt a várost, hogy ezért, ahogy kérik is sokan, hogy ú, de jó lenne, ha sokkal több mindent megmutatnál a városból, meg minden. Nem lehet. Nem lehet, gyerekek, mert olyan szinten be van korlátozva az a terület, ahol tényleg én használhatom a kamerát minden következmény nélkül, hogy borzasztó. Ugye ez a média törvény se segítette, ugye, amit néhány éve hoztak a okos uraink, életünk és halálunk urai, ugye, hogy ha valaki szól, hogy töröld le a fényképet, amit készítettél róla, akkor köteles vagy letörölni. Tehát nem is az, hogy magadnak megőrzöd, és nem hozhatod nyilvánosságra a fényképet, hanem egész egyszerűen szólhat érte, hogy töröld le. Na már most, hogyha én nem törlöm le, én nem vagyok hajlandó letörölni, akkor neki jogába polgári pert ellene indítani. Szóval ez szintén nem könnyíti meg azt, hogy kividd a kamerát bárhova. Legutóbb, mikor tömegrendezvényre vittem ki, vissza lehet keresni, itt a 2015-es Szárnyas Sárkány Fesztiválnak a megnyitója volt, olyan frankón elbeszélgettem azzal az operatőr sráccal, és ugye selfie botra tűzve vittem jó magas voltot, 2-3 méter magas volt, oda meddig elért a karom. Ugye vettem az egész tömeget, minden nagy panorámakép. Bazd meg, ha nem, 220 bejelentés érkezett YouTube-on keresztül, hogy XY felismerte magát a képen, és azt szeretné, hogy én letöröljem a videót, csak hülye, mert nem gondol bele, hogy a YouTube ezzel nem foglalkozik, tehát ezzel nem sértettem meg senkinek a személyiségi jogait, azért mert ő részt vesz egy tömegrendezvényen, és látható, és felismerhető, mert attól még más nem ismeri fel. Tehát attól, hogy te felismerted magad, még más nem. Tehát szóval még ott se hagyják egy tömegrendezvényen, ahol nem én voltam az egyedüli kamerával, hanem gyakorlatilag minden második ember kamerázott, igaz, hogy nem izével, nem olyan feltűnően, csak mondjuk mobiltelefonnal, de akkor is. Szóval nem lehet.
megvan az ember kötve, megvan az ember lőve. Az meg, hogy itt kinézek az ablakon, mindig azt a kurva tornyot látom, egyfolytában rosszul vagyok a látványtól. Úgyhogy bárhova menni, innen, csak innen el. Az is lehet, hogy a végén egyszer valamikor külföldön fog kikötni. Ha annyira jó fogom érezni magam egészségügyileg, annyira jó beáll a, hát mondjuk az egészségem, nem leszek idekötve az itteni orvosokhoz, nem leszek idekötve az itteni izékhez, gyógyszerekhez, meg mit tudom én, jó, most még kapok, hát már izét se kapok, már közgyógyellátást se kapok, mivel, hogy ugye dolgozok, van munkaviszonyom, ezért most már nem vagyok jogosult ugye a kedvezményes gyógyszerre, és ugye a közgyógyellátást megvonták. Még szerencse ugye, hogy a cégnél kapok kafetériát, amit én rögtön ráírattam egy OTP egészségkártyára. Tehát arra én kapok egy olyan összeget, ami körülbelül annyi, mint amennyi a közgyógyellátás volt, csak annyiba jobb, hogy erre az egészségkártyára én bármilyen gyógyszert megvehetek. Tehát a közgyógyra meg csak olyan gyógyszert vehettem meg, ami támogatott volt. És nekem az utóbbi időben, szeretve tisztelt kormányunk, az összes életmentő gyógyszeremet, ugye a hasnyálmirigy gyógyszertől kezdve, ugye a pszichiátriai szereken keresztül minden, az összes mindent kivett a közgyógyellátásba. Tehát hiába ott volt a közgyógykártyám, a gyógyszereket meg kellett vegyem 100%-os áron. Ami ugye nem valósult meg sose, azért mivel én krónikus beteg vagyok, ugye hogyha szakorvossal iratom fel a kontrollvizsgálaton, akkor ugye kedvezményre vagyok jogosult. Azért, mert szakorvosi javaslatra adják. Szóval ez nem játék, és tényleg most, hogy van ez az egészségügyi kártya, most meg tudom rá venni a gyógyszereket, sőt, ugye mivel, hogy anyám nekem családtagnak számít, mivel, hogy közös háztartást vezetünk, így ő is kedvezményre jogosult 10%-ra. Tehát akár, hogyha például izére van szükség, mit tudom én, egy reumatapaszra, vagy egy, mit tudom én, egy akármire, lehorzsoltam a kezem, és akkor veszek egy, nem tudom, horzsolás elleni gélt, akkor azt is meg tudom rávenni, míg a közgyógykártyára nem tudtam. Úgyhogy ez a megoldás így nekem sokkal jobb, hogy kafetéria, és akkor én az gyógyszerre költöm. De! Tehát most azt mondom, hogy azért nem mennék el külföldre, ugye, mert a gyógyszereim ide kötnek, meg az egészségügyi ellátás ide köt. De hát ugye külföldön is van egészségügyi ellátás, és hogyha például külföldön létesítek munkaviszont, ott is van egészségbiztosítás. Sőt, ott olyan dolgokat is igénybe lehet vele venni, mint például a fogorvos. Tesóm most lépett be Tatabányán egy céghez, és például ilyen is benne van nekik az egészségbiztosításban, hogy fogorvosi ellátás, meg ilyen dolgok. Szóval, hogy nem az, hogy most itt elmegyek egy izéhez, és akkor ki akarom húzatni a fogamat, és akkor 3000 forint. Vagy egy tömés 5000. Ilyen hibajavítás, meg ami most itten szükséges lenne, az meg ugye esztétikai cucc, az, ami meg még többet kell fizetni. Vagy tudom én fogonként 10000-re. Szóval ilyeneket is áll, és akkor, hogyha van annyi a pénz a kártyán, az egészségbiztosításban, akkor mit tudom én, meg lehet ezeket csináltatni. Ingyen. Szóval ez jó. Úgyhogy csak ezért én, hogyha egy lehetőségem is akad rá, nem fogok itt maradni. Próbálom magam izébe, edzésbe tartani. Jó, mondjuk nehéz fizikai munkát most se lehet csinálni, tehát azért olyan nagyon megerőltető dolgot nem lehet. De most is azért a munkám java részében azért nem kell nekem sírvet kapni. 90%-ban ugye anyagot mozgatok a targoncával, elektromos targoncával, az kész. Az emel helyettem meg az megy magától, nyomom a gombot, az megy.
azért néha tényleg kell egy kicsit emelgetni, és akkor az nem hálás. Na de például itt van a izé is. Ott van a jogosítványom, amit megcsináltam izéből. Targoncából. Bármikor lehetne Európába azt. Hogy mondják? Átírni bármilyen országba, Európai Uniós országba, néhány ezer forintért. Ezt akkor elmennék, mert mit tudom én. Targoncát vezetni raktárosnak, mit tudom én, akár Angliába, vagy a faszom tudja hova. Mert ott egyébként, hogy mondjam, Magyarországon a targonca vezető az a besorolása szerint betanított munkás. Érted? Mert betanított munkás egy gépkezelő. Szóval nem értem, amikor jogosítványt kell belőle szerezni, meg le kell vizsgázni szakhatóság előtt, akkor az miért számít betanított munkának? Érted? Mert ennyi erővel mondhatnánk, hogy a programozó is betanított munkás, mert hát hiszen abból dolgozik, amit mi betanítottunk neki az iskolába, vagy mit tudom, szóval, na érted? Szóval, na. Angliában meg nem. Ott meg szakmunkának számít, ugye szakirányú végzettségnek, van rá jogosítványod, van rá képzettséged, azért rögtön nem mindegy. Igaz, hogy most úgy pénzügyileg nem panaszkodhatom, mert most nekem pont annyi pénzem van, amennyire szükségem van. Se több, se kevesebb. Nem mondom azt, hogy én most itten dőzsülök a pénzbe, vagy fürdök benne, de amennyire nekem szükségem van, annyi van. Tudok megtakarítani bele, tudok félretenni, amint látjátok, hogy új telefont veszek, új kanapét veszek, képet veszek, lakást felújítok, faszom. Ez nekem minden abból van, amit én szépen félreteszegettem így a keresetemből. Kész. Nincs benne semmi izé. Ellenem nem fog vagyonosodási vizsgát indulni, mert olyan sok pénzem nincsen azért. Kész. És... Na. Szóval én elfele kacsingatok Nyírbátorból. Ez még nem egy éven belül lesz. Lehet, hogy kettő is kell neki. Egy húzamosabb ideig én itt élni nem fogok tudni, az már biztos. Életem fele eltelt. Jövő februárban 41 vagyok. Tehát innentől kezdve már szerintem már kevesebb éven van hátra, mint amennyit eddig leéltem. Úgyhogy szerintem itt az ideje, hogy gyökeresen megváltoztassam az életemet, elmenjek a francba. És most már megtanultam kezelni a táplálkozásomat, most már nem zabálom magamat betegre, nem jelentkezik újra ez a kurva hasnyálmirigygyulladás, mert igazából ez ölt meg engem. Ez volt az, ami engem állandóan lenullázott, hogy évente 6-szor voltam kómába, meg intenzív osztályon, meg a faszomba, meg töltötték belém a vért, meg a sok lufaszt, meg minden, hogy azt meg lefogytam 46 kilósra, hogy nem bírtam elhagyni a lakást, nem bírtam lemászni a harmadik emeletre, szóval az nem volt egy vidám dolog. Most meg viszonylag erősnek érzem magam. Tehát olyan állóképességet csinált nekem ez a munka, akkor rengeteget kell menni. Tehát ez egy gyalog munka egész nap. Megyek, mint a messzes. Annyit gyalogolok egész nap, hogy kibaszott sokat. Tényleg néha, amikor hazajövök, azt csak úgy leteszem magam ide a gép elé, leülök egy fél órára, tudod a lábam pihentetni, megnézem az e-maileket, elolvasom a Facebook üzenetet, stb. Válaszolok egy-két fórum témára, eltelik egy fél óra, 3-4 óra, nem mondom, menjünk fürödni. Azt bazd meg, nem bírok felkelni a székből. Szabályszerűen, tehát valamikor úgy megyek ki, bazdmeg, majdnem 4 kézlába fürdőszobába, hogy na, meg tudjak fürödni, mert úgy végtagjaim, érted, úgy kicsuklanak alól, amúgy pfff. Akkor befekszek a kádba egy fél órára, akkor benyomok egy nyelvleckét a vízhatlan Bluetooth hangszóróba, és akkor még a nyelvlecke le nem megy, addig lazulok. Szóval azért csinált már nekem egy olyan állóképességet, ami azért egy évvel ezelőtt én nem gondoltam volna. Szóval edzésbe tart a munka, van miért felkelni, van miért, lehet tervezni, ugye? Az
embernek van keresete, van jövedelme, tud előre tervezni, minden hónapban lesz egy fix jövedelmem, ennyit meg ennyit keresek, ennyit félre tudok bőle tenni, ezt és ezt meg tudom venni. Ugye, tervezgetem a DSLR gépet, tervezgetem az új kerékpárt, meg lesznek, mind meg lesz, új kerékpár lesz az első. Én már azt akarom, hogy jövő nyára, mire beindul az új bicós szezon, addigra nekem már legyen meg az új gépem, amit remélhetőleg nem fognak ellopni, és hát 7 lakat alatt fogom tartani, az biztos. És akkor én már megint menni, tehát a kerékpározással is egy magasabb szintre lépni, ugye már idén, tehát ebbe az idényben volt 60 kilométeren felüli napi túra, én szeretnék már ezt is megfejelni. Majd szerzek partnereket, akik jönnek velem együtt hosszú túrára, vagy becsatlakozok olyanhoz, akik már eleve rutinos bringások, és akkor majd mit tudom én. Ha bevesznek. Na, úgyhogy jó ez. Csak már ne mindig ezt a fatornyot lássam meg, ne mindig ezt az óratornyot lássam már, ha kinézek az ablakból, mely már a könyökömön jön ki, de komolyan. Na, meglátjuk, merre fele visz az élet. Ezek a nagyon távoli, ködös céljaim, de meglátjuk, hogy mi valósul meg belőle. Oké? Na, szerintem ezzel a videóval én most egy elég nagy restanciát tudtam le. És ez kitartott ebéd alatt, meg fürdés alatt is. Ó, még meg kell vágjam, bassz meg. Ó, most filóztam rajta, az utóbbi időben ellustultam már, ugye, mert csak ugye ezt az angol nyelvű sorozatot csinálom, ami amúgy is privát, meg nem nagyon fogom én visszanézni, csak azért, hogy kényszerítsem magam a napi rutinra, azért csinálom igazából, tehát nem izélek annyira a hangminőségre. Tehát ezért úgy vagyok, hogy ezért nem veszem külső eszközzel a hangot, csak benyomom a GoPro-t, amit vesz, feltöltöm a nyers fájlokat, összepászítom videószerkesztővel, azt ágyesz, bugyesz. Hát itt most külön vettem a hangot, mert ez azért mégiscsak, na, közönséghez szól. Jaj, ugye milyen gusztustalanul tudok szürcsölni. Lehet írni az e-maileket, hogy fúj, de gusztustalan vagy, fúj, a kurva anyádat. Na, ez már kellett ide a végére úgyis. Igen, szóval ezt meg le kell rendereljem ezt a videót, úgyhogy tököm tudja, mikor lesz belőle még. Úgyhogy be is fejezem. Na! Mit nyikorogsz, szomszéd? Normális. Na, sziasztok.